Alaptörvénybe ütközőnek ítélte tegnap az Alkotmánybíróság az elektronikus hírközlési törvénykönyv előírásainak egy részét. A jogszabály a bűnöldöző és a nemzetbiztonsági szervekkel való együttműködésre kötelezné az internetes kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat és tárhely szolgáltatókat. Puskás Bálint nyugalmazott alkotmánybíró messze menően egyetért a döntéssel. Az elektronikus hírközlési jogszabály ellen, melyet márciusban döntőházként fogadott el a Szenátus, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Népügyvédje is alkotmányossági kifogást emelt, mert szerintük az túlzott hozzáférést biztosít a hírszerző szolgálatoknak a romániai szerverek információforgalmához. Az Alkotmánybíróság szerdán részben alaptörvénybe ütközőnek ítélte a jogszabályt, a 10-es cikkely kapcsán a kiszámíthatóság hiányát kifogásolva. Álláspontja szerint a biztosítékok hiánya visszaélésekre adhat lehetőséget az adatmegőrzési és tárolási tevékenységek terén, sérülhet a magánélethez való jog. Puskás Bálint nyugalmazott alkotmánybíró messze menően támogatja a döntést. Itt a közlések, a kommunikáció szabadságáról van szó, és az, hogy különböző internetes szolgáltatókat ugye kötelezzenek arra, hogy engedélyezik, hozzájáruljanak, részt vegyenek a lehallgatásokba, a megfigyelésekbe és így tovább, ez messze menően sérti az alkotmány által biztosított szabadságjogokat és emberi jogokat, hisz intim családi élet, intim magánélet, akármiben beavatkozhatnak ilyen alapon, és ezt pedig védi az alkotmány. Puskás Bálint egy korábbi esetet felidézve elmondta, a román parlament egy adott pillanatban Európai Uniós irányelv alapján elrendelte, hogy a telefonszolgáltatók 6 hónapig tárolják a telefonhívásokat. A jogszabályt az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította. A román taláros testület döntése nyomán más alkotmánybíróságok is hasonló álláspontra helyezkedtek, sőt brüsszeli meghallgatásukat követően, amelyen személyesen is részt vett, Brüsszel is változtatott a direktíván, mondta Puskás Bálint.